Több mint 30 évre tekint vissza az a kapcsolat, amelyet a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium ápol az Észak-Bajorországban Münnerstadtban található Johann Philipp von Schönborn gimnáziummal. A németajkú delegációt a polgármesteri hivatalban fogadták péntek délelőtt. A rövid üdvözlést követően a díszterembe invitálták a vendégeket, ahol a várost bemutató kisfilmet nézhették meg először, majd Árvai István köszöntötte őket. Régóta szokás az, hogy a gimnáziumi cserediákokat itt köszöntjük. Ja, es ist eine lange Tradition, dass wir die Austauschschüler aus Münnerstadt hier begrüßen. A két tanítási nyelvű Mosonmagyaróvári Kossuth Gimnázium mindig nagy szerepet szánt annak, hogy a csere kapcsolatok révén elmélyítsék a diákok közötti barátságokat. A cserediák programot a Münnerstadti fél indította, akik partneriskolát kerestek Magyarországon 3 évtizeddel ezelőtt. Az akkori minisztériummal együttműködve a Mosonmagyaróvári Kossuth Gimnáziumra esett a választásuk. A pandémia miatt kimaradt 3 esztendő után, most kevesebben 2 nevelővel 8 diák érkezett Mosonmagyaróvárra. Mindig úgy történik a kapcsolatfelvétel, hogy valamelyik iskola diákjai levelet írnak, egy bemutatkozó levelet a másik iskolának, és akkor ott ugye az érdeklődési kör, meg szimpátia alapján akkor kiválasztják, hogy kikinek legyen a cserepartnere. A delegáció 10 napot tartózkodik Mosonmagyaróváron, ez időszak alatt különböző programokon vesznek majd részt, többi között iskolai projektekben, de kirándulásokon is. A vendégek a hétvégéket a befogadó családoknál töltik. A cserediák program nagy múltjának köszönhetően sikeresnek mondható. Egészen más iskolapadban tanulni egy idegen nyelvet, mint azt ott az autentikus nyelvi környezetben használni. Tehát én azt látom, hogy főleg azok a diákok, akik kommunikatívabbak, szeretnek társasági életet élni, ők rengeteget tudnak tanulni ez alatt a 2x10 nap alatt. A Kossuth Gimnázium diákjai május 11-én utaznak majd ki Münnerstadtba. Az idei tervezett program az észak-bajorországi településen a fenntarthatóság köré épül, amiről, mint minden évben, prezentációt is készítenek majd.